Átmeneti mocorgás, sziasztok, köszöntelek benneteket, de csak átmenetileg fordul változékonyra időjárásunk. Az éjszakai órákban egy érintő hidegörvény hatására több helyen is kialakul zápor, zivatar, de vasárnap gyorsan csökken a csapadék hajlam észak-kelet felől, és a hőmérséklet sem esik vissza jelentősebben, emiatt a jövő héten is nyárias időre számíthatunk. Nézzük meg a műhold felvételt, amelyen azt láthatjátok, hogy ez a hidegörvény, amely majd időjárásunk alakítója lesz az éjszakai órákban, felhőzetével elérte már az északkeleti megyéket, ott egy nagyobb területen növekedett meg a felhőzet, esőzápor is több helyen előfordult, és a felvétel időpontjában az északkeleti határvidéken már csak 20 fok alatti hőmérsékleteket mértek, miközben az ország túlnyomó részén még süt a nap, a felvétel idején is 25 fok fölé emelkedett a hőmérséklet. Ha megnézzük az előrejelzési térképeket, azt láthatjátok, hogy jelentős változás a következő napokban sem várható az időjárási helyzetben. Csupán átmenetileg érvényesül majd a tőlünk keletre található ciklon hatása, a jövő héten ismét a tőlünk nyugatra fekvő magas nyomás veszi át a meghatározó szerepet időjárásunk alakításában. A hőmérsékletben sem várható lényeges változás, az időjárási frontok a jövő hét legvégéig várhatóan elkerülik térségünket. Az előttünk álló éjszaka a hidegörvény hatására tehát átmenetileg megnövekszik a felhőzet, és egyre több felé alakul ki zápor, zivatar. Ezekre nagyobb számban az éjszaka első felében a Dunántúl nyugati részén, valamint az északkeleti megyékben számíthatunk, amelyek aztán átterjednek majd az éjszaka a második felében a délebbi tájakra is. A hőmérséklet minimum értéke általában 10 és 17 fok között alakul, köszönhetően többek között annak, hogy sok lesz a felhő. Holnap napközben északkelet felől megkezdődik a felhőzet felszakadozása, csökkenése már délelőtt, ekkor nagyobb számban a Dunántúlon és a déli tájakon fordulhat elő zápor, eső, zivatar. Délután azonban ezeken a vidékeken is egyre nagyobb területen csökken a csapadékhajlam, és az ország nagyobb részén már több órás napsütésre számíthatunk, kevesebb gomoly felhővel, és délután már az ország nagyobb részén csupán egy-egy zápor, zivatar fordulhat elő. A hőmérséklet sem esik vissza jelentősen, a maximumok nagy részt 25 fok fölött alakulhatnak, a tartósabban felhős délnyugati tájakon lehet több fokkal, 25 fok alatt a maximum, illetve az északkeleti határvidéken lehet 23-24 fok. A következő napokban is marad a nyárias idő, a jövő hét elején is nap, mint nap sok napsütésre számíthatunk, mint hétfőn, mint pedig kedden és szerdán, és a nappali felmelegedés mértéke is azért picikét erősödik, úgy általában országos átlagban 27-28 fokra számíthatunk a délutáni órákban, a napsütés mellett képződő gomoly felhőkből pedig csupán helyi záporok, zivatarok alakulhatnak ki a délutáni esti órákban, de csupán néhol, tehát nem sok helyen fordulnak majd elő a jövő hét első felében, de hogyha egy picit távolabbra tekintünk a budapesti fáklya diagram segítségével, akkor azt láthatjuk, hogy a jövő hét közepétől megnő valamelyest a csapadék kialakulási esélye, ugyanis kissé nedvesebb, labilisabb légtömeg érheti el térségünket, de az időjárási frontok továbbra is elkerülik várhatóan a Kárpát-medencét, erre abból lehet következtetni, hogy a hőmérsékletben lényeges változás várhatóan a jövő hét végéig nem lesz. Én ezzel megköszönöm figyelmeteket, ha tetszett a videó, akkor dobjatok egy lájkot, és hogy ne maradjatok le a legfrissebb információkról, akkor kövessetek bennünket az itt feltüntetett csatornáinkon. Kellemes napot kívánok nektek! Sziasztok!